Az idei Szerencsváros napi rendezvénysorozat keretében tartották április 19-én 8. alkalommal a Szerencsváros Kupa Asztali Tenisz másod- és harmadosztályú férfi egyéni és páros versenyt. A rangos megmérettetésen a szerencsiek is képviseltették magukat, hiszen összesen 14, 6 igazolt és 8 amatőr versenyző állt az asztalok mögé a sportág versenyzői városkupa, extra kupa, összevont páros, újonc kategóriában mérheték össze felkészültségüket. A múlt évben 43 fővel lebonyolított 7. Szerencs Városkupa asztali Tenisz verseny nevezési létszámát messze meghaladva az országos versenyek jelentős megmérettetései közé került a 8. Szerencs Város kupa, nemzetközi asztali Tenisz verseny. A mérkőzés 12 asztalon április 19-én délelőtt 10 órakor kezdődött, és este 20 órakor az 554. mérkőzéssel fejeződött be. A versenyre nevezett játékosok Rozsnyóról, Budapestről, Miskolcról, Nyíregyházáról, Egerből, Békésből, Tiszaújvárosból, Hajdunánásról, Ózdról, Sárospatakról, Sátorajói helyből, Kisvárdáról, Apagyról, Széchenyből, Abaújszántóról, Nagybarcáról, Dédes Tapolcsányból, Ongáról és Tisza érkezték. érkeztek. A megjelent sportolókat és vendégeket Csorba István szakosztályvezető köszöntötte. A nyolcadik Szerencsváros Kupa Salamon István a szerva ASE Széchenyi játékosához került idén. Stadler Tamás a Szerencsvárosi Sportegyesület legeredményesebb játékosa a harmadik helyen végzett.